nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy a torna itt Bábolnán kerül megrendezésre, illetve hogy egyáltalán van, és ebbe a téli felkészülési időszakban van egy kis megmérettetés. A srácoknak is tetszett, hogy futballozni lehet. Jó meccseket játszottunk a mai nap. Nagyon hamar ráálltak erre a játékra, ami az itteni szabály. Végül is nagy különbség nincs, a labdát be kell rúgni a partvonalról, a többi az majdnem, hogy ugyanaz, mint egy nagypályásai focinál. Lényegesen gyorsabb a játék. Szerencsére azért ebben a téli időben elég jó kondiuk van, és bírták ezeket a rövid félidőket. Illetve azt is mondom, hogy viszonylag fegyelmezetten játszottak, és a labdát gurították többet, mint amennyit ők szaladtak. Ugye a nagyjaink azt mondták, a labda van a legjobb kondiba, hát ők ezt ma próbálták tartani. A labdában egy kicsit be van építve az edző, én azt mondtam nekik, mert mindig mondom, hogy hát a labdát le kell venni, ugye, ha kint vagyunk, ha másik labdával játszunk, és hát gurítsuk, mert az a legpontosabb rugás, és akkor tudják jobban birtokolni. Hát itt ez megoldódik ezzel az újfajta, vagy futszálos labdával igazából, és hát ezt nagyon jól kezelték is, illetve hát azt a taktikát, amit megbeszéltünk, jól alkalmazták. Azt hiszem, hogy mind a három másik csapathoz képest azt hiszem ezzel voltunk többek, és hát ezért is kerekedtünk föléjük. Hát mind a három meccs győztes meccs volt. Azt mondom, hogy ebből kettő volt úgy nagyjából sima, az eredményt nézve 3-1 és 5-1-es eredménnyel. A második meccsen ott volt egy kicsit szoros az eredmény, a 2-1-es győzelmet azonban úgy érzem, hogy megérdemeltük, mert a jobb taktikával és fegyelmezetten megoldva az ellenfelet kicsalogattuk egy kicsit. És hát valljuk be, azért egy kicsit szerencse is kell ez a focihoz. Nekünk bepattant ezen a meccsen az, ami az ellenfélnek nem. Egy pár serdülős gyerek, aki kiöregedett, még nem volt itt velünk, illetve azok a srácok, akik meg együtt fociznak, azok meg holnap fognak Ácson ugyanilyen bajnokságba szerepelni, és nem akartuk őket hívni, ezért is voltunk kicsit kevesebben. Két embert hiányoltam még, akikkel beszélgettünk, nem tudtak eljönni, remélem a következőkbe ők is tudnak csatlakozni hozzánk, mert hogy most ezek után tovább jutottunk, és lesz egy következő fordulója ennek a téli bajnokságnak. Én azt gondolom, hogy mindenképpen segítség az, hogy most egymással játszanak, egy kicsit szokják a mozgásukat. Amit itt a kispályán megcsinálnak, egy kicsit több kondival, ugyanezt kellene a nagypályán is, hiszen ezt a sokpasszos játékot erőlteti mindenki, amihez én úgy gondolom, hogy jó felkészülési lehetőség ez a torna is. A Komárom megyei labdarúgó szövetség által kiírt téli teremlabdarúgó tornát futszál szabályok szerint rendeztük, és Bábolna négy korosztályba is benevezett, a 89. január 1, a 92, 95 és 97-es korosztályú csapatokkal. Múlt héten az ifjúsági csapat első lett csoportjába, és tovább jutott a következő körbe, a 92. ben születettek, pedig negyedikek lettek, sajnos három vereséggel.
vonaltól vonalig kell játszani, tehát a palánk nem játszik szerepet, a labda viszont nem pattan annyira, mint a rendes füves pályán. Igazából felkészülésnek szántuk, kimondottan nem készültünk a tornára. Én azt hiszem, hogy ezeknek a gyerekeknek inkább a képzéséről van inkább szó, mint a versenyeztetéséről. Természetesen örültünk volna, ha siker van, de nincs elkeseredve sem edző, sem játékos. 92. január 1 után születettek, ugye azok már 14 évesek, és a nagypályás szabályok szerint bajnokságban a jelenleg negyedik helyen vagyunk, ha ez siker. Én láttam a gyerekeken a nagyon nagy akarást ennek ellenére. Fizikális adottságokban jobbak voltak az ellenfelek, és azért meg kell jegyezni, hogy nagyobb a merítési lehetőség egy Komáromnak, már egy Ácsnak is, illetve hát az Etelyiek pedig szintén komáromi játékosokból jöttek ide csapattal. Fél éve dolgozok ezekkel a gyerekekkel, és rendszerben nehéz őket berakni, mert én úgy gondolom, hogy a modern futballnak a lényege az, hogy rendszerbe, fegyelemmel, hittel és fegyelmezetten kell futballozni. Ezeket a gyerekeket még elviszi a játék. Tulajdonképpen a döntések sorozatában sokszor rosszul döntenek. Dolgozunk rajta, és valószínű, hogy már egy-két év múlva, hogy a komáromi gyerekek heti 4 edzéssel itt tartanak, és itt kell tartaniuk. Mi is januártól felemeljük az edzés létszámot, vagy az edzés számot 3 vagy 4-re, és hát akkor már a technika, állóképesség és a taktika is napirendre fog kerülni. De egy edzésen belül minden gyakorolni, sem idő rá nincs, sem nem tudjuk azt nyomatékosítani.